Kedves nézőink, 21. alkalommal rendezték meg a Bakony Néptánc Fesztivált, a következőkben erről készült összeállításunkat láthatják. A 21. alkalommal rendezett néptáncfesztivált az Ajka Padrakú Tánc Együttes, Ajka Város Önkormányzata és a Művelődési Központ támogatásával. Hogy sikerült az idei találkozó? Hány együttes érkezett? Milyen benyomások születtek? Hát azt gondolom, hogy az elmúlt évekhez mérten ismételten egy sikeres, gazdag élményekkel és örömekben gazdag fesztiválon vagyunk túl. Hát ugye az együttesek az ország minden pontjáról érkeztek, hál' Istennek, itt Debrecenből, Kecskemétről, Sopronból, Budapestről három együttes, innen a környékről is, hál' Istennek. Úgyhogy azt gondolom, hogy a színvonalra se volt baj, a díjazásban meg ugye a zsűri a maga dolgát tette, remélhetőleg jól, reméljük. Nagyon sok rossz visszajelzést nem kaptunk, inkább jókat, úgyhogy nagy bízom benne, hogy mindenkinek sikerült elérni a célját, aki ide jött a fesztiválra. Ki volt a zsűri, és mit lehet tudni az ő véleményükről? Hogy látták összességében a találkozó színvonalát? Hát egy volt kollégám a Budapest Tánc Együttesben, a Busai Norbert és felesége Zsuzsanna, ők voltak ketten, a Hánkakos István Székesfehérvárról, mindannyian ugye tudjuk, hogy milyen titulussal rendelkeznek, most nem sorolom fel, és Sára Ferenc ugye az én nagymesterem, aki végül is elindított ezen a pályán. Azt gondolom, hogy mindannyian egy nagyon jó szakemberek. Emberileg persze lehet velük vitatkozni, de mind szakmailag szerintem teljesen rendben vannak. A Norbiék az utolsó Aranysarkantyús Fesztiválon is nagyon komolyan zsűriztek, nagyon meg volt velük mindenki elégedve, azért is mertem elhívni. Úgyhogy őnekik a benyomásuk, őnekik is nagyon jó volt, annyi, hogy ugye nincs még egy ilyen fesztivál az országban, tehát minden egyes fesztiválon lehet mindenféle egyebet csinálni. Itt ugye a mottoja a hagyományokhoz hűen a fesztiválunknak, és itt kikötöttem, hogy csak kizárólag tiszta folklort hozzon mindenki, és ennek ők is nagyon örültek, mert ez az egyetlen egy ilyen fesztivál az országban, ahol csak ezt a hagyományos értékrendet mutatják be az együttesek. A Néptánc Fesztivál előestéjén pénteken volt az Ajka Padrakú Tánc Együttes önálló estje. Mire épült az idei gála műsor, hogy állítottátok össze? Hát ez onnan indult ki, elég sokat gondolkodik ugye ilyenkor az együttes vezető koreográfus, hogy mi legyen a következő nagy műsornak a témája, címe. Hát ez onnan indult ki, hogy az Agyva Vandál, hogy elég szorosan működünk együtt, és kaptunk egy meghívást októberben a Kanadai Magyar Táncfesztiválra Edmontonba, és hát gondolkodtunk, hogy mi legyen, hát akkor kellene csinálni egy új lemezt, amivel bemutatkozunk Kanadába, és hát ennek lett a címe a Játék Határok Nélkül című lemez, ami zeneileg felöleli a Kárpát-medence
román-magyar és cigány zenét, és akkor innen pattant ki a fejemből, hogy akkor viszont ezt nem csak Kanadába kell bemutatni, hanem itt Ajkán is be kell mutatni. Én az együttessel megkoreografáltam a zenéket, a táncokat, és akkor az Agyba Banda szolgáltatta a zenét. Azt hiszem, hogy egy kiváló zenekar, évről évre egyre jobbak, egyre több helyre hívják, és nem hiszem, hogy csalódást okozott bárkinek is, úgyhogy én nagyon jól ítélem. Hangulatában a fesztivált, hogy láttad, ugye minden estét táncház zárta, hogy érezték magukat a táncosok? Meglepően csak azt tudom mondani, hogy jól. Tehát mindenki azt mondta, hogy ennyire jó, és hogy három zenekar húzza, és hogy nincs nagy szünet, mint általában másik fesztiválokon. Kik voltak a zenekarok? Hát ugye az Agyba Banda, ők ugye itt voltak egész hétvégén, és az Üsztürű zenekar, ők is egy Erdélyből elszármazott zenekar, egy nagyon-nagyon régi barátság köt egymáshoz, és ugye hát a Gyimesi Zerkul a zenekar. Kicsit hiányosan az idén ugyan, de azt hiszem, hogy amikor kellett, akkor oda tették magukat, és hát, hogy felváltva muzsikáltak, és gyakorlatilag egész este folyamatosan szólt a zene, tehát így nem gondolom, hogy bárkinek is lehetett volna bármilyen negatív véleménye, úgyhogy csak pozitívat kaptunk.